Úgy tűnik, hogy Thomas Bach is tudja, hogy mekkora nagy a támogatottság a budapesti olimpiának, önök pedig nem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mi szeretnénk, hogyha népszavazás döntene a kérdésben. Ebben biztos voltam, hogy ezért kezdeményezték, de nem érzik ők, önök, hogy itt ilyen nagy lenne a támogatottság, amiről Thomas Bach beszél? Meg gondolom, hogyha azt éreznék, hogy itt 90%-os túlsúly van, akkor nem gondolnák, hogy nem is ez a lényeg, nem is ez a lényeg, hogy mi hogy gondoljuk a támogatottságot, hanem egyszerűen azt szeretnénk, hogy ebben egy demokratikus döntés szülessen. Tehát az felháborító, hogy azt mondta ugye Tarlós István is, és utána több más kormánypárti politikus is, hogy ezt ők eldöntötték, és ebben ne a nép döntsön. És ez különösen azért felháborító, mert ugye Tarlós István is azt mondta, hogy a lakosságnak nincs elég információja, tehát nem tudna felelős döntést hozni, miközben Tarlós is elismerte, mikor, illetve visszakérdezett, mikor kérdezték, hogy ő olvasta a megvalósíthatósági tanulmányt, ami alapján döntött, és ilyen viccesen visszakérdezett, hogy elhinné, ha azt mondaná, hogy igen. Borkai Zsolt, MOBA-elnök pedig bevallotta, hogy ő nem olvasta. Tehát, hogy a politikusok is anélkül döntöttek, hogy kellő információjuk lett volna. Ugye nyilvánvaló, hogy Tarlós István azért viccelt ezzel, mert hogy itt 1300 oldalnál is többről volt talán szó, amit tényleg eléggé nehéz végigolvasni, és nem is biztos, hogy az ember jegyzetelés nélkül fejben tartaná a lényegét. Miből gondolják, hogy a lakosság képes ezt átlátni? Abból gondoljuk, hogy mi a politikusokkal szemben mi informálni fogjuk őket, tehát kivonatoljuk a legfontosabb információkat, mindent, amiről most csönd van. Mert most csak azt halljuk, hogy az olimpia milyen jó dolog, és milyen szép lesz, de semmi konkrétum. Ebből indítani fognak egy sorozatot, ha jól tudom. Igen. Most mutatunk a nézőknek, meg önnek is egy a budapesti olimpia támogatottságára vonatkozó grafikont, amit ön olyan nagyon nem lát, de én nagyon jól. Ennek az a lényeg, hogy a legújabb közvéleménykutatás szerint ugye 60%-on van ennek a támogatottsága, előtte egy hónappal ez 41 volt, tehát ez ingázik rendesen. Igen. Önök csak a demokráciára kíváncsiak, vagy van konkrét véleményük arról, hogy ennek meg kéne történnie, vagy nem? Hát mi személy szerint nem támogatjuk az olimpia rendezés kérdését, ugye ezért is szól úgy a kérdésünk a népszavazásra, amit beterjesztettünk, hogy ne pályázzon Budapest. De a lényeg a demokrácia, tehát döntsenek az emberek. Hogyha 80% igen szavaz, én akkor is nyugodt leszek, mert akkor is tudom azt, hogy a lakosság szavazta meg. Ha érvelnie kéne amellett, hogy miért ne legyen, tehát az ellen, hogy legyen, ezt meg tudná tenni? Vannak érveim, igen. A legfontosabb a költségek, tehát borzasztó drága. Magyarország nincs olyan helyzetben jelenleg, hogy erre költsön, ennél sokkal fontosabb dolgokra kellene költeni ezt a pénzt. Vannak érvek természetesen. Minek tulajdonítja mégis azt ebben az esetben, hogy azért a televízióban itt-ott megnyilvánuló emberek többsége mégiscsak arról beszél, hogy ennek lennie kellene? Hogy ezt meg kell próbálnunk, meg kell pályázni? Mármint a bárhol megnyilvánulók, tehát akármit mond. Egy átlagember? Nem, hanem a potentát, úgymond... A döntéshozók. Döntéshozók és kompetens emberek. Szerintem nekik ez egy önérzeti kérdés, hogy Magyarország rendezzen olimpiát, tehát hogy ez egy világhírnév lenne. Nyilvánvalóan ugye benne lennénk a hírekben, és ez egy óriási esemény lenne. Ugye itt lenne rengeteg ember. Ez önt nem mozgatja meg? Jó lenne, de én látom az árát is, és kell tudni mérlegelni. Tehát, hogyha 3 forintom van, akkor inkább tejet veszek, mint plazma tévét. Én így gondolom. Ugye itt most az új olimpiai elvek szerint és rendezési elvek szerint, amelyet bevezettek, ez az Agenda 2020, ez alapján ugye alacsonyabb költségekkel is meg lehet rendezni az olimpiát, és hát a magyar tanulmányból, amely ugye összesen 1300 valahány oldalas volt, és ennek volt egy kivonata, itt összesen egy 700 és 800 milliárd közötti összeget mondtak, mint költséget. Hogyha ezt elosztjuk ugye 2024-ig,
vagy hát sokan arról beszélnek, hogy úgyis csak a második pályázat lesz sikeres 2028-ra, 2028-ig, akkor évente már nem jön ki olyan nagyon brutális összeg. Nem pici az a pénz, de... A nullánál mindenképp több. És ön szerint nullát érne a rendezés? Nem, a másik dolog pedig, amit ehhez mindenképp hozzá szeretnék fűzni, hogy igen, a megvalósíthatósági tanulmányban 778 milliárd közötti összeg van. De itt talán még soha nem volt olyan beruházás, ami annyiba került volna, mint amennyibe az elején mondták, hogy kerülni fog. Tehát itt van legutóbb ugye a Dagálynak az esete, amiről ez a kezdet... Ez egy másik sporteseményhez köthető, ugye? Igen, hát a 17-es vizes VB. Ugye a kezdetén azt mondták, hogy olyan 8 milliárd forint. Aztán született egy 14 milliárd forintról szóló kormányhatározat. Amikor kiderült, hogy itt lesz 17-ben a vizes VB, akkor Gyárfás azt mondta, hogy a teljes rendezvény költsége lesz 25 milliárd, mára pedig kiderült, hogy csak az uszoda és a környezete kerül 50 milliárd forintba. Tehát a 8-ról eljutottunk az 50-ig. Most akkor a 770-ből hova jutunk el? 3000-4000 milliárd forintig? Igen, ezt én nem tudom megjósolni, viszont azt mondják ugye az uszodával kapcsolatban, hogy azért ilyen drága, a valós költségek tényleg nem lesznek 25 milliárdnál többek, csak ugye nem csak arra gondolnak, hogy most a vizes VB-re jó legyen, hanem egyéb fejlesztések is történnek. Ezt ő nem hiszi el? Megmagyarázni mindent meg lehet, persze, és a fordítottját is. Ugye ma a miniszterelnök a Magyar Olimpiai Bizottság 120. születésnapja alkalmából rendezett eseményen beszélt, és ott azt mondta, hogy a sportban nem kell politikai érdekeket keverni, nem szó szerint idézem, de nem tudom, hallotta-e. Azt mondta, hogy Magyarországon a sport soha nem volt pártpolitikai érdek, valami hasonlót mondott, igen, hogy a politika. De egy kicsit azokkal, akikkel beszéltem, úgy érezték, hogy ebben volt valami utalás erre a népszavazási kezdeményezésre is, hogy ilyenre nincsen szükség, mert hogy itt ezt politikai érdekek diktálják. Igen, hát nyilvánvaló, hogy ebben volt egy népszavazásra való utalás is, hiszen még a kezdetén a megvalósíthatósági tanulmányhoz kapcsolódóan elhangzott egy beszélgetésen, hogy aki úgymond keresztbe szeretne tenni az olimpiának, az szervezzen egy népszavazást, és nem véletlen az se, hogy a potentátok folyamatosan azt mondják, hogy nem kell népszavazás, de ők ugyanúgy politikailag indokolják ezt, hogy volt egy választás, ők lettek a választott vezetők, ezért ők hozhatnak döntést. Ez épp úgy politika, holott a demokráciának a népszavazás az egyik alappillére, és én azt gondolom, hogy ha biztosak lennének abban, hogy lakosság támogatja, és tényleg ez a döntés fog születni, akkor ők maguk írnák ki a népszavazást, hiszen annál nagyobb sikerük nem lehetne, mint hogyha így hurcolhatnák, hogy 90% támogatja az olimpiát. És mégse írják ki ők. Viszont egy olyan lépést megugrottak, ami mondjuk más esetekben nagyon ritkán sikerül. Mondjuk itt voltak ugye a népszavazási kezdeményezések, amelyek igen nehezen haladtak, de önök rögtön elsőre beadtak egy kérdést, és rögtön azt mondta erre ugye a Fővárosi Választási Bizottság, hogy ez a kérdés jó. Ebből nem kezdtek gyanakodni, hogy akkor ez egy vesztes népszavazási kezdeményezés? Nem. Hogy minek hát tulajdonítják, hogy ennyire jó kérdést tudtak feltenni? Hát nagyon jó az személy, aki fogalmazta a kérdést, tehát jó munkát végeztünk, jó kérdést nyújtottunk be, nem hagytunk benne semmi olyat, amiben bele tudott volna kötni a választási bizottság. Most még van 15 nap arra, hogy bárki ezt megtámadja a bíróságon, erre is föl vagyunk készülve, biztosak vagyunk abban, hogyha ez megtörténik, akkor a bíróság nekünk fog igazat adni, és elkezdhetjük majd gyűjteni az aláírásokat. Önök ugye egy blog. Nem, de. Mert, vagy csak részben egy blog, de egy blog az nagyon nehezen tud 140 ezer aláírást összegyűjteni, ugye ennyi kellene ahhoz, hogy népszavazás legyen, arra van tervük, hogyha szükség szerint ideig eljutnának, akkor ezt hogyan lehetne megvalósítani? Persze, de ezt nem fogom most elmondani. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Én